Pusztai Olivér és Rigó Ági elmondják nekünk, hogy hogyan is érdemes öltözködni egy olyan forró nyári napon, mint a mai. Kezdjük a férfi öltözködéssel, sziasztok! Hello. Ugye az egyik legszexibb férfi viselet, az az öltöny, az zakó, azért gondolom ilyen nyári melegben nem túl előnyös hordani. Milyen alternatívák vannak ehelyett? Igen, én azt gondolom, hogy egy férfi nyáron is hordjon zakót, illetve öltönyt, ez nagyon elegáns. Itt abban tudunk segíteni nagyon sokat, hogy milyen anyagból készül az a zakó, illetve az az öltöny. Ugye eleve az öltönyök azok gyapjúból készülnek. Uh-huh. Nagyon jó minőségű, vékony, nyári anyagokból lehet találni öltönyeket, úgyhogy azt szerintem azt abszolút beválaszthatjuk. Itt nyugodtan figyelhetünk arra, hogy világosabb színekben gondolkozzunk. Tehát igen, a homok, bézs, eszük benne jusson. Igen, nyugodtan, abszolút így van. A zakóknál már sokkal több mindenben tudunk játszani. Ugye már vannak olyan zakók, amik lemvászonból készülnek, és eleve nincs is benne a bélés. Tehát nagyon jól szellőzik, nagyon könnyen lehet variálni, úgyhogy nem kell tőlük megijedni, meg kell találni a jó zakót. Női öltözködésre térjünk át, hogyha mondjuk nyáron szeretnénk igazán csinosan felöltözni, elegánsan, akkor milyen anyagokat, milyen fazonokat érdemes követni? Szerintem, hogyha igazán elegánsan próbálunk felöltözni, akkor egy ruha az mindig nagyon jó választás. Az már szerintem ízlés kérdése, hogy valaki a hosszabbak maxi ruhákat szereti inkább, vagy a rövidebbeket. Mondjuk, hogyha elegánsak akarunk lenni, akkor a túl rövidet, ezt érdemes elkerülni. Igen, most a maxi ruháknak nagyon nagy divatja. Abszolút. Van, igen, de azért gondolom én, ahhoz kell egy bizonyos magasság, vagy azért az alacsonyabbaknak is. Nem feltétlenül. Tehát igazából meg kell találni a jó szabást. Hogyha valaki alacsonyabb, akkor érdemes inkább olyat választani, ami itt mellnél van szabva. Az iszonyatosan szépen tudja nyújtani a lábakat. Meg hát nem beszélve arról, hogy egy jó magas sarkú cipő az segít ilyenkor is. Térjünk vissza kicsit a férfi öltözködésre. Ugye a rövid nadrágok nyáron hódítanak. Mi idén a trend? Mit kell követni rövid nadrágok terén? Igen, ugye én mindig mondom, hogy a férfi ruhatárában mindig legyen egy csínó nadrág. A csínó nadrágból lehet rövidet is választani. És hogyha odafigyelünk... Mondjuk el, igen, hogy mi is ez a csínó nadrág? A csínó nadrág ugye az a tök egyszerű természetes anyagból készült nadrág, amiből lehet akár egyeneszárú, lehet ez a kicsikét, ez a répafazon, tehát ami így lefele a boka fele szűkül. Ez tökéletesen fel lehet hajtani, hogyha egy picit lazább eleganciát szeretnénk. Illetve a rövid nadrágoknál hívnám fel a figyelmet, hogy nem mindegy, hogy milyen rövid az a rövid nadrág. Ugye elvileg ez úgy néz ki, hogy a férfiaknál a comb izomnál kell legyen, ahogy így véget ér, és ahogy így ízesül még a tért kalács előtt. Nagyjából egy ilyen 4-5 centivel érjen a rövid nadrág. Ha az túlságosan lelóg, akkor megint egy ilyen fura helyzetben vágja el a testet, és az ugye onnantól már nem szép. Viszont ha meg túlságosan rövid, az meg már nem elegáns. Úgyhogy erre mindenképpen oda kell figyelni, és ami meg abszolút tiltó listás, nem csak idén, hanem már múlt évben mindig is. Igen, azok az oldalzsebes nadrágok, illetve a háromjeles halász nadrágok. Tehát ezeket, ha elmegyünk kirándulni, ha elmegyünk a telekre holgászni, akkor ezek nagyon-nagyon jók. Városban ne vegyük föl. Miért ne vegyük föl? Mert egyszerűen nem odavaló. Ahogyan én cilinderben nem megyek el edzeni, úgy szerintem oldalzsebes nadrágban sem kell. Nyilván ez egy laza viselet. Én azt gondolom, hogyha valaki a városban mászkál, illetve hogyha a városban dolgozik, akkor válaszol meg hozzá ezt a viseletet. Te hogy látod egyébként, a magyar férfiak követik a divatot nyáron? Én általában mondanám azt, hogy egyre többen követik, és ennek nagyon-nagyon örülök. Tehát egy nagyon jó periódus indult el, egyre több férfi igényli azt, hogy jól nézzen ki, és odafigyel az öltözködésre. Ez nem csak az öltözködésre, hanem a szépségápolásra is igaz, és ez nagyon jó. Nyilván egy picit megijedtek az elején ettől a metroszexuális dologtól, de jó, mert sokan csinálják. Nézzük, hogy ott van David Beckham, és ott van például Ronaldo. Igen, ők az egyik legnagyobb képviselői ennek. Így van, úgyhogy ezt abszolút, abszolút ajánlom, és csinálják, úgyhogy hajrá előre, én ezt nagyon-nagyon támogatom. És a hölgyek, hogy állnak divatos öltözködés terén? Szerintem egyre inkább próbálkoznak, nyilván a lányoknál sokkal több lehetőség van üzletek terén, mint a fiúknál, viszont amire szerintem érdemes odafigyelni, hogy lehet, hogy nem tudom, csak 1500 forintba kerül az a ruha éppen, de hogyha műanyagból van, és hogyha amikor áthúzzuk a fejünkön, akkor áramot fejleszt és szikrázik, akkor ezt már tudhatjuk a próbafülkében, hogy így 60 fokban nem lesz jó. Akkor foglaljuk össze néhány szóban, hogy a női öltözködésben mi az, amit a leginkább követni kell nyáron. Szerintem fontos
fontos az, hogy jó anyagokat válasszunk, ahogy így az előbb is mondtam. Természetes anyagok, pamut, vászon, egyébként farmerból is nyugodtan lehet, tehát akár a sortokat választani, akár egy szakadtabb nadrágot, hogyha éppen az ember nem 8-tól 5-ig az irodába választja, akkor lehet vele kísérletezni. Szerintem ezek a legfontosabb dolgok. És az urak terén ugyanez? Nagyjából ugyanez. Anyagok tekintetében mindenképpen, tehát a pamut, a lemvászon, ezek nagyon-nagyon jók, nagyon-nagyon jól szellőznek. Színekben mindenképpen a természetes színeken gondolkodjunk. Hogyha valaki nagyon meg szeretne őrülni, akkor abszolút lehet a virágminta, illetve az ilyen harsányabb színeket használni. Hajrá előre! Én azt gondolom, hogy mindenki találja meg a saját stílusában azokat a dolgokat, amiket ki szeretne hangsúlyozni, és a legfontosabb elindulás előtt egyszer nézünk bele a tükörbe. És hogyha azt látjuk, hogy minden rendben van, akkor oké. Hát ez egy szalakos tükörbe. Igen. Az nagyon fontos, hogy ne csak mellől fölfelé, igen. Hát azt hiszem, hogy ez egy szép végszó volt. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük a meghívást.